kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a rövid csokoládét, a gömbölyű csokoládét, a lapos csokoládét, a tömör csokoládét, a lyukas csokoládét, a csomagolt csokoládét, a mesztelen csokoládét, az egész csokoládét, a megkezdett csokoládét, az édes csokoládét, a keserű csokoládét, a csöves csokoládét, a mogyoros csokoládét, a tej csokoládét, a likőrös csokoládét, a tavalyi csokoládét, az idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon. És Gombóc Artúr elfelejtette felsorolni a kézzel ajándékba készülő csokoládét, pedig ez talán a legfinomabb, mert hogy személyes. A készítő ügyessége, kreativitása és szívelelke is benne van. A Magházban önkéntes csoki készítők gyűltek össze, akik ki akarták próbálni, milyen igazán finom édességet gyártani a szeretteiknek. A csoki mester véleménye szerint ahhoz, hogy valaki finom édességet tudjon készíteni, szeretni is kell hozzá. Én nem vagyok kimondottan édes szájú, de minden csokoládét megkóstolok, amit készítek, illetve alapanyagot, mindent megkóstolok, amit készítek. És tudják, milyen egy igazán finom, minőségi csokoládé? Szép, fényes, roppanós, ha az állagát nézem. Egyébként meg egy csokoládé, ha egy csokoládé, ugye egy csokoládéról beszéljünk, mert az a csokoládé isten igazából. Csak kakaomasszát, kakaóvajat, cukrot, emulgálószert, és amit én használok, ott vanília aroma is van benne. Egyébként más nem kellene, hogy tartalmazzon egy jó minőségű csokoládé. Megcsinálni egy jó csokit nem ördöngőség. Lényeg a hőmérséklet, a forma, meg a kreativitás. És tudni kell azt, hogy mennyire kell fölmelegíteni, mennyire kell visszatemperálni, és akkor utána az már nem egy olyan bonyolult dolog. Jól el lehet vele masszatolni. Hát itt a határa az ember fantázia tényleg, hogy ki mennyire kreatív. Lehet díszíteni, lehet ízesíteni, fűszerezni, annyi mindent lehet vele készíteni, hogy itt tényleg az embernek a kreativitása az, ami szabhat határt abból, hogy mit hoz ki. Tehát én csinálok önmagában fűszerezett csokoládékat, amikre én még teszek magvakat, vagy gyümölcsöket, liofilizáltakat is használok, tehát mindenkinek az, hogy milyen ízvilága van. Tehát a fűszereket bátran lehet használni, csak ki elbírja nagyon. Hát azért jöttem, hogy megtapasztaljam, hogy milyen egy kézzel készített ajándékot mondjuk karácsonyra adni, és hogy ezzel lepjük meg a szeretteinket. Sok különbség van szerintem egy sima boltban vásárolható csoki és az igazi messziről jövő alapanyagokból készíteni egy jó minőségű csokoládét, igen. Mindig megnézem, hogy miért vásárolok, de sajnos annyira nem tudom a háttértörténetét, hogy melyik honnan származik, hát ráírnak valamit, és az ember megveszi, de arra figyelek, igen, hogy minél magasabb kakaótartalmú legyen. Az az igazság, hogy ez nálunk már kezd családi hagyomány lenni, mert a középső Heri lányommal együtt már próbálkozunk, hogyha vannak ilyen évnapok, vagy valami ilyen hasonló családi ünnepségek, akkor általában én is ilyen hasonló bombon készítéssel kapcsolatos dolgot veszek neki, meg ő is nekem, úgyhogy hát szeretjük, próbálkozunk. Mi kezdők vagyunk a dologba, de tetszik. Ilyenkor mindenki jobban nyúl hozzá egy kézműves csoki készítéshez, azért otthon is jobban kutyulnak az emberek, és kezdenek el kreatívoskodni, és saját készítés ajándékot adni, azért ennek most nagyon nagy divatja van. Nyáron nincs. Ugye nyáron olvad a csokoládé, az akkor visszafogott teljes mértékben, akkor azért annyira nem dívik a csokoládé készítés sem.